Jóva Levente számára örökre emlékezetes marad az Ajka elleni meccs 3-3-as állásnál, a kapus állt a labda mögé a megítélt büntetőnél, és higgadtan a kapuba lőtt. Ez volt élete első találata tétmérkőzésen. Zorán Spisekkal beszéltük ugye a meccs előtt is, meg előtte is, hogy a Máté, hogyha a pályán van, akkor ő rúgja, mert ő már Soroksár ellen végrehajtott sikeresen egy büntetőt, és akkor mondta, hogy ha viszont nem lesz a pályán, akkor én vagyok jelölve második rúgónak. És ugye sajnos ő kihagyta az első félidőbe, és a másik félidőbe pedig már gondoltam, hogy akkor most már eljött az én időm, úgyhogy tényleg oda kell állni és be kell rúgni. Busai Attila pár napja érkezett csak Nyíregyházára. A rutinos labdarúgónak nem sok ideje volt a beilleszkedésre, Ajkán már pályára is lépett. Meglepő volt, hogy megkeresett a Nyíregyháza, de nagyon örültem. Voltak más lehetőségeim is, de én úgy gondolom, hogy ez az a hely és környezet, ahol futballistának érezheti magát az ember. Bízom benne, hogy minél hamarabb a csapat hasznára tudok lenni. Jelenleg minden nap két edzésre készülök, úgyhogy kell az erő, hogy visszaszerezzem a régi formámat, és bízom benne, hogy egy-két héten belül már stabil tagja tudok lenni a csapatnak. A hétvégén a Vasas érkezik a Városi Stadionba. A vendégek a héten felkészülési mérkőzésen 13-1-re nyertek az NB3-as RKSK ellen. A rutinos, korábbi válogatott támadó Torgelles Sándor háromszor is eredményes volt. A Spari természetesen szeretné vasárnap itthon tartani a 3 pontot. A szakmai stáb azt is tudja, hogy most jönnek a nehéz mérkőzések. Most jönnek azok a legfontosabb, vagyis azok a meccsek, ami azt mondom, hogy direkt riválisok szempontból, ami az elején, amikor kezdtük, mondtuk, hogy a Vasas, a Győr, a MTK, ezek a csapatok, azok a csapatok, amik biztos vagyok abban, hogy a bajnokság végén ott az elején lesznek, és most kell rájuk kiegyezni a formát, most kell legjobb játékot kihozni magunkból, és ebbe próbálni minél több pontot összegyűjteni. A Sparinál egyedül Gyurján Bence még nem bevethető, a többiek egészségesek. A Nyíregyháza Spartakusz Vasas mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik. A Nyíregyházi TV felvételről hétfőn 20:30-tól közvetíti a mérkőzést.